tabella második helyezettje látogat a harmadikhoz, amely mi vagyunk, és hogyha azt nézzük, hogy a rugott és a kapott gólok tekintetében a Holt versenyben legerősebb csapat találkozik a jelenleg legkevesebb gólt kapó, tehát mondhatjuk legjobb védelemmel rendelkező ellenféllel, akkor ebből egy igen érdekes mérkőzés is kialakulhat. Te mire számítasz? Az Érdel mindig nagyon éles meccseket játszottunk, kiki meccseket játszottunk. Nem lesz ez másképpen a vasárnapi mérkőzésen sem. Egy nagyon szervezett, nagyon rutinos csapattal fogjuk magunkat szembe találni, akik nem véletlen vannak a tabellának a második helyén. Az utóbbi időben nagyon szép számmal lődözzük a gólokat, igen erős ellenfelek ellen is akár, pedig az utóbbi években inkább az volt a példa, hogy tavaszra szakadt ki igazán a gólzsák, vagy miben látod ennek okát? Ez egy más garnitúra, akikkel most dolgozunk. Taníthatóak, fogékonyak, illetve az elvárásokat törekszenek a lehető legjobb tudásuk szerint végrehajtani. Ebben lehet a kulcs, de nyilván abból nem lehet messze menő következtetést levonni, hogy mi nem kaptunk ki 8 mérkőzés óta. Tehát szeretnénk a tüzet fönntartani a csapatban, úgy kezelni ezt az egészet, hogy ez egy állapot, és mindig fókuszálva az előttünk 3 mérkőzésre, és abból a lehető legtöbbet kihozva szeretnénk a heti munkát is alakítani. Dusinski átlépi, Demeter visszateszi, szép figura Kern, és ott is van a hatalmas gól! Sok gólt szereznek a fiatal játékosok is, szerencsére hála Istennek, köztük olyanok is, akik még a 18. életévüket sem töltötték be, gondolom ez is örömmel tölt el téged is. Abszolút, hiszen ez egy lépcsőfok a fiatal játékosok számára. Ez egy kiugrási lehetőség nekik, nem csak az akadémia életében, hanem a felnőtt labdarúgásba való integráció területén is, és ahhoz, hogy valakit észrevegyenek, legyen szó középpályás támadóról, ott azért mérvadó lehet az, hogy mennyi helyzetet tud magának kialakítani játékos, abból mennyit tud értékesíteni. Tehát ez egy nagyon fontos eleme az ő munkájuknak és az ő teljesítményüknek. Nyilván a védők esetében ez egy más történet, ott teljesen más tényezőket kell figyelembe venni, de én úgy gondolom, hogy ők is megértették azt, hogy az NB3-as szezon, és vagy az az követő év egy kiugrási lehetőség az ő számukra. Akkor nincsen benned semmi félsz az érdeleni mérkőzés előtt, hogy látod a fiúkon itt most így az edzés közben, mennyire látod a szemükben a tüzet, a harci szellemet? Törekszem arra, hogy az a harci szellem és elhivatottság, ami engem és a stábomat jellemzi, az a csapatra átragadjon. És azt gondolom, hogy ez eddig sikeres, úgyhogy a mai edzésen sem lehet arról szó, hogy a srácok szemében ne lássuk azt a tüzet, ami a vasárnapi mérkőzésen elvárható. Szeretnénk minél jobban szerepelni, és ennek pontban, pontokban kell megmutatkoznia.